füvetnyire szomszéd, ahogy kitelepültünk, asztaltatokat tettük, kihordtunk minden csomagot, minden eszközt, minden vízünket, mindent. Megkezdett a szomszéd füvetnyi. Na nem baj. 3 hete szeretnénk felvenni ezt a videót, de most már akkor is felveszünk, majd megpróbálok a zajcsökkentővel valamit alkotni. Szóval sziasztok, Viki vagyok, és itt van velem. Liza is. Egy Shein videót hozunk most nektek. 2 csomagunk az nyaralás után közvetlenül érkezett meg, és 2 pedig múlt héten. Úgyhogy ezt a 4 csomagot már is mutatom. Várjátok! 1, 2, 3, 4 csomag érkezett. Ebbe valami doboz van, meg gyöngyök. Na jó van. Szóval ezt a 4 csomagot fogjuk most nyitni. Ebből az egyik csomagért, majd mondom, hogy pontosan melyikért, összesen 1 eurót fizettünk, mert ugye a sok értékelésből, meg a kettő visszaküldött terméknek az árából le tudtam így vonni a végösszegbe, szóval értitek, az értékelésért kapunk néhány pontot, amik eurót érnek, és volt ugye visszáru, az is euró volt, és akkor így összesen 1 euró volt az a csomag. Na jó, hiszem akkor nem is tudom így pontosan, hogy melyikben most így mi van. Nem azosítottam be csomagszám alapján, de elkezdjük, jó? Úgyhogy, hogy ne hallgassuk tovább ezt a zúgó hangot, inkább átfajtalak oda a kamerával, arra átfajtam a kamerát hozzád, és akkor a hajszának a... ezt nem kell kivenned, ezek a melencéhez ilyen a medence szűrőhöz ilyen kis labdáskák, jól össze van a tárkóba, hogy ezt neked nem tudnának odaadjuk. A többit szerintem veszegetheted ki, igen, ebből 2 csomag. Azért volt ilyen nehéz ez a csomagocska. Jó, ez akkor jól belenyúltam. Ez a legkésőbb rendeltségünk. Na tessék. Jó, Liza, ne zavarjon ez a hangzavar, tényleg ne zavarjon. Vedd ki nyugodtan az első csomagot. Anya megoldja, jó? Anya megpróbálja levenni a szemüveget. Szemüvegtok? Fekete. Nem tudom, azt hittem, hogy fehéret rendeltem. Jó, anyának akkor egy szemüvegtok az autóba. De ne! Oda nézd, Liza! Mégsem szemüvegtok. Mondom, hogy én fehéret rendeltem, úgyhogy jól emlékeztem. Ez tukkal jött ez a 2 szemüveg a Lizának. Na, akkor próba. Ez már jövő nyár lesz, Liza, jó? Jövő nyárra rendeltem. Neked? Reméljük jó lesz. Na nézzük. Igen, egy kicsit még most ez nagy, nézd. Picit nagy. Minden alacsony. Minden narancssárga? Komolyan? De furi, valahogy úgy... Hát nagy, nem? Kicsit. Kicsit nagy. Kicsit, igen, eláll, de cuki. És ez? Ez is, látom, hogy széles a fejedhez képest. Nem, hogy jövő nyárra szuper. De cuki! Jövő nyárra szuper lesz. De cuki, Liza! Ott van Alex. Ja, a térdődőjét veszi vissza, és itt van... Mit csinálsz ott? Nem tudom, mit csinál. Mit csinál? Apával megjavítjuk a... Locsort. Locsort javítanak, jó? Rendben. Tetszett amúgy? Igen. Örülsz neki tényleg? Igen. Jó, édi vagyok. Na, akkor húzz el még. Addig anya pakol. Még egy? Összel a kis csukkiket. A macis, a cukib? Uh-huh. Azt hittem a cicásnak fogsz jönni. Ezek így 2 volt így egy szedben, úgyhogy... Ebbe is minden nagysága. Aha, ez érdekes, úgyhogy hogy megnézhetem majd. Uh-huh. Kérem szépen, megnézem már a nagyságát. Ez biztos jó lesz a szemednek. Várjatok. Na nézzük. Nem.
Hát jó, nekem nem áll jól. Jaj. Cuki, hadd nézem a másikat. Az ennek nagyobb egyébként. Tehát, hogy még ennél is nagyobb a... Látjátok a lencséje, meg az egész, úgyhogy ez lehet, hogy ez még jövőre is nagy lesz neki. Ó, hát ez szinte felnőtt szemüveg. Na jó van. Lizának való, vedd föl. Hát fordítom. Hát ez óriási. Jó, hát szerintem Liza az iskoláskorodra lesz, de amúgy cuki. Nagyon édi. Na Liza, és melyik tetszik a legjobban? A macikás a legcuki. Tényleg? Na, nem is gondoltam, azt hittem, hogy a cicás lesz a legaranyosabb, de mondjuk ez a legnagyobb, úgyhogy ez. Húzzál, babám! Oda-vissza folytam ezt a kamerát, lehet, hogy két kamerával kéne dolgoznunk. A telefonomra fólia, üvegfólia. Oké? Okay? Jöhet a következő, ez neked nem érdekes, Lizám. Tehát apa ráteszi a telefonomra a kijelzővédő fóliát. Mi az? Az a cseresznyés csipes. Ó, berakatom a hajadba. De édi. Na. Egyik. Másik. Kicsit itt nézzetek. Itt ilyen ragasztós, vagy nem is tudom, milyen laposkás ragasztós, de amúgy nagyon édes. Tehát tényleg cuki ez, amikor a hajában biztosan nem fog látszani. Ide tesszük. Egyik. Gyere ide, gyere babám ide. Jó. Ja, látod az ablakban magad. Cuki fej vagyok. Nagyon cuki fej vagyok. Apa, nézd már, mi van a gyerek fején. Seri-seri lady. Nagyon édes, Liza. Hát megérkezett a tükör. Liza hozott egy tükröt, hogy lássa magát. Na jó. Jöhet a következő, csak a tükör nekem itt útban van. Ezt a hangszínt halljátok? Mik azok? Jaj, tudom. Kekszek. Meg ilyen belet. Aha. Na, kibantam. Aj, el is rabolják már őket azonnal. Tetszik. Tetszik? Ez igen. Na, akkor melyiket tegyem a hajadba, várjál. Kis apró csipeszkéset kivesszük. Jó, cseresznyét levesszük. Melyiket tegyem? Ezt a csokisat. Csokisat, jó. Másik oldalra? Másik oldalra meg egy ilyen. Kekszikét? Egy is mindegyik keksz. Hát ez csúcs. Ez nagyon jó. Igen. Na, örülök, hogy ott találtam neked. Fordulj, várjál, várjál. Itt tükör nézd, itt tudod nézni magad. Ó, te vicces vagyok. Ennivalók vannak a fejemben. Ennivalók vannak a fejedben. Hát a cseresznye is ennivaló tulajdonképpen. Na. Ez a másik ilyen, ez ilyen habos. Habos, igen, ez keksz kinyomós. Na, mit szólsz? Csini? Tetszi? Ez is ilyen habos. Hát jó, hát nem lehet mindig cseresznye meg. Hoppá! A hátuljuk az ilyen arany, arany csipeszes. Egyébként, hát nagyon cuki. Csúcs aranyos. Jaj, ne, 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 ne. Anya, majd kicsit, hogy kitéped a hajadat, jó? Nagyon vigyázz el, jó? Jó. Jó, következőnél, hogyha lesz még hajcuc, akkor kiszedjük, jó? Jó. Na. Ebből a Noé is kap. Ez a kettő lilát. A kettő lilát, most azt jött meg a lilát, kéred? Na, akkor viszont hozunk egy papírt, egy pillanat. Ezek egyébként... Tollak. Nyalók a tollak. Na, hozz a papírt. De Noéska, ide gyere, ide mellén gyere. Nézd csak, mit vettél neked? Egy nyoló. Aha. Megeszed. Megeszed? Na, hol vagy? Na. Legyen, van egy barna, neked szántam a fiút nyalókát. Te! Te! Nincs, Lili, szia Lili! Itt van Lili is!
Elment a Lili, hol van Lili? Ott a Lili. Lili, igyál már egy kicsit ebbe a videóba, még nem ittál. Na mi lesz szerinted? A nyaruka, a ceruzába. Ceruzá? Jaj, a gyerek már szétszette a nyalókát! Hozzáad, anya megcsinálja! Hú, tiszta víz a nadrágod, mi történt veled? Beszítettük el a nyaló. Hogy kell? Így. Csak van hát egy ilyen védő. Most lehet, hogy kijöttem a képből az előbb. Csak levesszük a védőt. De ez egy nyaló. És ez mi? Nem enni való? Nem enni való, egyik se enni való. Nem. Feketén fog. Tessék, adottam egy szívecskét. Jó? Jó. Visszarakom a védőkupakot rá, de nagyon cuki. Igen, adodom a Lizának, csak visszarakom a védőkupakot. Ez lesz akkor a tiéd. Jó? Jó. Ne. Hiszem, hogy nem ukolnak letenni. Bocsika. Anya vicces kedvébe volt, van ott a metréfál. És megírtam megenni. Anya egy tollat vett neked. Nem. Na, jól van. Szia! A napszövegedet itt hagytad, Nuszi? Na, gyere, Liza! Viszlát! Na, próbáld ki nyugodtan. Gyere! Kemeszed, Lici. Na, te nem tudtad? Jó! Egy kézzel. Á, oké. Most már flex hangok is vannak. Na, mit rajzol, Liza? Mit rajzolsz? Egy cica fejet. Cica fejet? Egy kicsit. Ügyes vagy. Majd leszedjük, jó? Hát de holnap a kocsi... Nézd, anya! Holnap... Fejjel lefelé szíved, de ügyes vagy! Hát nagyon nem tudna így szívecskét ezt, nagyon ügyes vagy! Hogy ízek őzik. Igen, na. Akkor nem vagy egyedül, mert Noé is azt hitte, hogy igazi. Jó, bocsánat, egy kis zörgés, csak nem akarom, hogy nem szóval tenni, hogy ne várjál. Úgy, így jó lesz. Oké. Jó. Jöhet a következő, Liza! Egy lépa. És ez micsoda, Liza? Ez. Na. Mire tippelsz, mi lehet ez? Nem hajba való, azt elárulom. Mi lehet ez? Na? Nyisd ki! Ez egy világító. Biztos? Nem. Nem. Akkor ez egy... Hát Eliza ismered, hogy mi ez. Nagyon van. Na? Mi ez? Pipi! Így jobban fogod tudni. Ez? Ez egy Celiza hegyező. Okos vagy! Igen, persze! Ez egy répa alakú hegyező. Csak így nem lehetett megismerni, hogy rajta volt ugye a... Répa. Aha, rajta volt a szára. Rumba tököt? Persze, hogy ismerem. Na, oké. Okay. Tudtad, hogy ceruza hegyező? Jó, van édesem. Na, kövi. Hozzá ki valami cukit. Ez egy pillangó. Biztos? Ott egy pillangó? Cipes. Biztos egy pillangó? Ez egy... Mondtad, hogy jobban... Kibontom, persze. Ez... Cipe. Igen. És egy méhecske vala. Igen. Kis gülőszemű méhecske, de aranyos. Aranyos. Jaj, mit csinálsz? Na, beteltem a hajadba? Persze. Oké. Okay. Nagyon aranyos. Na, jöhet a következő.
Ja? Bocsánat, elnézést, a tükröd. Aranyos. Jól van. Na húzzál még egy valamit ki. Nem tudom, hogy a térésig végzünk el egyébként. Hajgumik. Igen, ezek szilikon hajgumik. Kicsit vastagabb, mint amit előzőleg rendeltünk el. De most már neki vastagabb kell a hajába, úgyhogy egy csomag szilikon hajgumi. Ez egy. Te kisfiam, te mit csinálsz? Vakontúrás lapát? Vagy gerebjézel? Jól van, de a fűre vigyázz azért, jó? Azt ne gerebjézzel a füvet. Hát most lett lenyírva. Szép így a fű. De így egyébként nagyon kedves vagy, ügyes kisfiú vagy. Na, Liza? Mi ez? Ó, na itt a szemüvegtokom. No. Végre egyébként olyan zacsiban adták, ezt jó lenne, hogyha nem ragasztozták volna össze, mindegy. Olyat, amiben újra tudod, amit újra tudsz hasznosítani. No, egy szépséges szemüvegtok. Jól vagy? Hát ez pici szemüvegnek való ez a... Mi történt? De jól vagy? Vigyázz, Zsudi. Homokozóban. Na, jobban vigyázz. Jobban vigyázz, igen. Ja, csak közben még itt két gyerekre figyelek. Lizán kívül. Na, szóval Lizának szemüvegtok. Ez nekem kicsi, tehát ez az ő kis szemüvegéhez jó. Úgyhogy az Oviban majd beadjuk a szemüvegethez, jó? Szép? Igen. Jó. Mentek fel a csomag szedni, jó? Viszát! Még egy szemüvegtok? Hát akkor valószínűleg ez is picike lesz. Ez a kettő. Igen, pici. Ez nekem az autóban szemüvegemhez sajnos. Ez a kettő az. Az a kettő akkor a tiéd. De azért kibontjuk. Na, egyébként gyönyörű, tényleg nagyon szép, csak nagyon... Aha, csak nagyon picike. Jaj, ebben gyerek szemüveg fér egyébként, szerintem csak bele. Pici. Háttérben a fiú paradicsomot szednek. A kis segítségünknek, aki beoltja puszerlit. Úgyhogy azt látjátok, de közben a Liza is. Gyorsan kivesz valamit az hatóból. Köszönöm. Vébástól? Nem tudtad, hogy tol. Tényleg tol. Mert kupakja van. Ó, értem. Na, gyere gyorsan. Na. Most te nyitod ki, te nézed meg, lehet, hogy ennek is. Húzzad. Húzzad, Liza. Felimádtam. Mégis semmi baj. Igen, ezt a kis picikét le kell menni, ez a védője. Fogjad. Úgy is most rajzolhatsz. Jaj, leesett a védője. Na, majd mindjárt megkeressem. Nagyon picike, igen, ez is feketén fog. Ez egy szörnyecske. Szörnyecske? Jó, most itt ezen él, ezen a recés tányéra látítani, úgyhogy azért fog ez így, de... Ugye? Jól fog. Jól fog? Igen. Oké. Ez egy játék locsoló. Nem, de majdnem. Ez a Noé. Noé. Igen, majd iskola kezdésre vettem neki, Muti. Mondtad? Na, mit gondoltok, mi ez? Ez egy... Na, mi lehet? És nem hívom ide a Noét, mert nagyon el vannak itt a paradicsomokkal foglalva, de... Nézd meg az alját. Ez egy hegyező. Bizony! Ő is kapott egy hegyezőt. Csak ő egy ilyen tűzoltó, poroltó készülékes, vagy... Igen, szóval ez poroltó készülékes hegyezőt kapott. Na ilyen, szerinted tetszeni fog neki? Uh-huh. Oké, na jó, jöhet a kövi. Kövi! Szia!
Alex! Szia! Na? Ó, igen. Hát ez anyának a... Tudjátok, lányok. Nem kell kinyitni. Nem, ezt nem nyitom ki. Melltartó pánt hosszabbítók. Ugye, hogy ez a pánt össze... Szóval amikor így van, akkor így össze lehet így húzni, értitek? Tehát, hogy így áll, és így áll, akkor ha odarakod, szóval érted? Hogyha olyan kivágott ruhád van, mint nekem, és lett olyan kivágott ruhám, hogy melltartó pántot össze tud így húzni, ez pedig a toldó kapocs. Ez így egy csomagban volt, és nem bontom ki. Na? Ez egy ja, de pici. Virágok. Virágok a hajadban, de azt hittem, hogy nagyobb. De picikék. Nem mondtam ki, ezek ilyen kis csipeses. Ez az a másik ilyen. Na, ott vannak a nagyobbak, bizony. Itt vannak, ezek a szebbek, ezek nagyobbak. De ezek kis aprókák, ezek ilyen kis fonatokba jók. Kis margaréták, szóval egy százszor szépek. Na, melyiket? Ezt kipróbáljuk? Mindeket ezt már lefotózom, ugye kell értékelést írnom, hogyha mindeket ezt belerakom a hajadba, jó? Milyen fejét vágsz? Várjál, nyuszi! Így! Úgy! Nagyon szép, ez nagyon szép, ez tényleg nagyon bájos, nézd meg magad! Ott a tükör. Látod, hogy túl hátra tettem, ez nagyon szép. Bocsánat. Szóval ebből kettő van, a nagyobbból. Ennek egy szírma egy kicsit. Ott nagyobb. Vagy nem annyira? Nem, úgy szép. Igen, hát egy picit itt. Ja nem, így van ráragasztva, ha akkor azért, mert így kicsit megnyúlt, de amúgy jó, oké. Okay. Szép, így, tessék. Ez nagyon szép. Már csak egy van. Már csak egy dolog van ebbe? Uh-huh. De a legcukibbak. A pomponok. Na, ezek az igazi őszi, nagyon aranyos kis hajcsatok. Puhik. És úgy van, hogy kettő van belőlük, ugye? Mindegyikből kettő van, hogy két oldalra lehessen neki oda betenni a kis hajába. Jó, nagyon. Aha, nagy, tényleg nagyon szépek. Ebben vannak a lányok. Vagy egy picit? Ja, van, van. Uh-huh. Igen? Ebben vannak a ebbe egy fiús is. Az fiús szerinted? Neked is van türkis színű pólód. Mm. Ah, van olyan színű pólód, persze, meg nadrágod is van. Hol? Hát nem emlékszel? Ruhád is van ilyen színű, meg nadrágod is, leggingzel is van. Nem csak rózsaszíned van, Lizám. No, most vágtam ezt a vlogot, és szerintem most itt ezt lezárom, és akkor egy következő sín videóban folytatom tovább. Túl hosszú lenne, hogyha az egészet szeretném ebben a részbe vele tenni, és a következőben izgalmas dolgok lesznek, várhatók, tök jó pofa dolgok, amiket később ki is próbáltunk, és azok kis apró videó részletek is lesznek majd köztük, úgyhogy azt egy következő részben nem sokára láthatjátok, hogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!